Süti Sári ezt a zserbót így álmodta, szederrel és mákkal bolondította. Gyere, készítsük el együtt ezt az iszonyú finom mákos zserbót. Mutatom én, hogy hogyan készítettem el. A teljes receptet a sütisári blogon találhatjátok, itt is el tudjátok készíteni. További tartalmakért ne felejtsd el bekövetni, és ne felejtsd el lájkolni ezt a videót. A lisztet, a cukrot, a sót összekeverjük, majd hozzáadjuk a felkockázott vajat. A száraz összetevőket a vajat elmorzsoljuk, hozzáadjuk a tojássárgáját, az élesztőt és a tejet. A tésztát összegyújjuk, 30 perc a hűtőbe tesszük. A darált mákot, a cukrot összekeverjük egy tálba. A tésztát három egyenlő részre osztjuk. A tésztát kinyújtjuk, lisztezett deszkán, tepsire helyezzük. Lekenjük lekvárral és megszórjuk a töltelékkel. Minden egyes réteget így rétegzünk. 30 perccel lefedve, meleg helyen telesztjük. A tésztát megszórjuk villával, a sütőbe 180 fokon, 35 perc alatt készesítjük. Jó étvágyat hozzá!